Nem volt benne ezt a bajzatban, hogy nem vezethetem részegen. Na? Simába, bazd meg. Mi? Előről, előről is fordítsd át ezt a geci mikrofont. De jó, ez így is, jó, nem? Jó, megy. Leérkeztünk. Ja, eljöttünk Mohácsra. Már egy órá itt vagyunk. Gargyóval dobtunk egy drinket. Megi. Az a terv, hogy ezt megisszuk délig. Délután baszunk neki egy kettőt. Nem volt benne ezt a bajzatban, hogy nem vezethetem részegen. Tényleg nem? Na. Én azért azt megnézném azt a... Miért Gargyó már részeg vagy? Nem. Nem? Még. Lesz majd az állapot, csak nem most. Kicsit később. Még korán van hozzá. Még 11 óra sincs. De ha véletlen ide jön egy rendőr és megszondázhat, én kiröhöglek. Ne baszna. Hallod, azt beszéltem. Megreptetjük egy kicsikét. Nem dobunk rá föl egy endét? Basszunk föl. Aha. Hallod Gargyó? Nem baszna az ideg. Várjál, mert éppen kalibrálom. Ja. Basz meg. Bekalibráltad. Úgyhogy egy pár szót beszélnék is nektek a mai napról. Ugye legfőképpen két dolog miatt gyűltünk ma itt össze, és ezért is szerveztük ezt a kis rendezvényt. Egyrészt Mohácson található a Mohácsi Különleges Gyermekotthon, akiknek mi szerveztünk egy kis adománygyűjtést, valamint ugye idén augusztusban jubiláltunk, mint 10. Orfői Volkswagen találkozó, és úgy gondoltuk, hogy mivel minden évben szokott készülni a találkozóról egy kis film, idén egy picit exkluzívabb verzióban próbáljuk nektek megmutatni ezt a kisfilmet. Itt a színpaddal szemben találhatjátok a mozi épületét, ahol a mai nap folyamán 11 órakor és délután 15 órakor vetítésre fog kerülni az idei augusztusi orfői Volkswagen találkozóról készült kisfilm. És akkor még néhány szót hadd mondjak a mai nap programjairól. Miután ez a 11 órás vetítés megtörtént, utána délben hagyunk egy kis szünetet ebédelni mindenkinek, majd amikor mindenki végzett az ebéddel, 13 órától rendeztünk nektek egy kis autókvíz versenyt. Valamint utána 13.30-tól lesz egy alkatrész felismerő verseny. 14 órától a ZZ Drummers Alapítvány zenés műsorát láthatjátok majd itt a színpadnál, és én úgy gondolom, hogy talán a legfontosabb, amiért ugye összegyűltünk itt ma, hogy ennek a Mohácsi Gyermekotthonnak adományokat gyűjtsünk, és ehhez mi készítettünk két dobozt, amelyekbe az adományokat várjuk. Bocsánat, közben most hallom az infót, hogy az a másik doboz az ott van oldalt a... Mutass rá, kérlek, konkrétan! Kávézó! Kávézóban! Igen, igen! Szóval két adománygyűjtő dobozunk van, az egyik a kávézóban van elhelyezve, a másik pedig itt oldalt a szegélyes standnál. Úgyhogy mindenki, aki a Volkswagen-nyével vagy pedig a Márkusz csoport autóiból érkezett, álljon majd be, kérlek! Kérünk titeket a sorba, és csinálunk egy kis gurulást itt Mohácson. Nem gurulunk, drága az üzem. Úgy hallottuk, hogy erre is igen, csak igényt tartotok. Utána pedig 18 órától a Jeep koncertet láthatjátok szintén itt a színpadon. Jó, de hát amennyi a magyar szervezet meg. És este 20 órától pedig Red Crowdis. Finom. Hogy akkor foglaljuk el helyeinket bent a moziban. Várjuk már meg gyors. És akkor 11 órakor kezdődik is az idei találkozónak a vetítése. Már most mehet is. Ne törődjél vele, beszéljél. Ó, várjál, össze kell szednem a gondolataimat. Már nem ártana ennyi év után. Ennyi év után. Már nem jó. Csak, te is egy különleges gyerek vagy. Nem? Mert különlegesen nagy barom vagy. Amúgy jogos. Én jó fiú vagyok. Sziasztok ismételten! Most nem csak én fogok beszélni, mert látjátok, négyen vagyunk itt. Sziasztok! Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntünk titeket.
Nagyon örülök, hogy már a 11 órás vetítésen ennyien vagyunk. Bevallom, kevesebbre számítottunk. Köszönjük, hogy itt vagytok. Nagyon izgulunk. Azt hiszem, ezt mindannyiunk nevében mondhatom, hogy nagyon izgulunk, mert most csinálunk először ilyet, úgyhogy reméljük, jól fog elsülni a dolog. Tartalmas 40 percre számítunk. Nagyon jó szórakozást kívánunk mindenkinek, és showtime! Ez jó. Egész kis dobosok. De akkor még kis dobos voltam. Egészen kis dobos. A West Nation és a Westbound csapat, akik elérkeztek az idei Orfői találkozóra, mi nagyon-nagyon kellemes meglepetésben részesültünk, hiszen mind a két csapat nagyon-nagyon jó hangulatot teremtett, nagyon tudták élni ezt az Orfői feelinget, nagyon jó fejek, a fiúk, lányok. Na és ők erről a találkozóról készítettek saját maguk egy kis filmet, amelyet most hamarosan a mögöttem látható kivetítőn tudtok megtekinteni. És mi nagyon reméljük, hogy egy nagyon hosszú távú együttműködést kezdhettünk el, és számítunk rátok minden egyes rendezvényünkön, mert nagyon csináljátok a hangulatot, nagyon jó fejek vagytok, és mi szeretjük az ilyen embereket nagyon. Úgyhogy akkor hamarosan kezdődik is ez a kisfilm, és a kisfilm után pedig akkor az első versenyszámmal kezdünk is. A zöld sárga lámpát valaki kapcsolja. Ruher Gábor! Gyere, fiú! Hello! Szia! Közben kérdezlek téged, nagyon meg vagy szeptembe? Először jár ilyen találkozom a fiú. Na és akkor mivel vicceljük meg ezt a srácot? Réka? Oké. Megvagy. Na hát akkor közben mutatnám nektek. Látjátok nagyjából, hogy ez micsoda. Nem állunk el semmit, autóakat részről van szó. Ha kérnék egy kezdet tőled, na! Hogy érzed? Na, van már szint is szedtek? Na, hogy érzed? Lassan leállom, fél perc. Nem, az embléma biztos. Nem itt van a kubunkban. Azt mondjuk embléma. Hát akkor leállom nektek, hogy ez egy kártyúport, nem? Úgy így akkor sajnos itt egy mínusz pont a fiúnak. Aztán akkor adnék neki egy következő dolgot a kezébe. Megvan? Hova? Jó, ez a csomutál. Ó, na jó, ez egy kis pontot érdemel a srác, mit mondod? Igen, azt hallottam, hogy igen, akkor adunk neki egy pontot. Aztán akkor szóljunk is a következő versenyzőnket. Ők pedig Petres Dániel. Úgyhogy akkor mit gondoltam itt? Kezdhetjük? Persze. Na, akkor adnám is nektek az első dolgot, amit szerintem... Te gondolnak a cigiért. Na, látok, ez a gyerekem az cigaretta volt, ami most egyből felismerésre került, de volt, nem jár még érte sajnos. És akkor a következő versenyzőnket más mikor az Bence. Bence, gyere kérlek pár ide a színpadra, amit itt a szembeködés történik. Megszivattuk el, nem biztos. Közben itt a kamerás ügyemben mondta, hogy megszivattuk el, nem biztosni. És közben én már készültem is az első tárgyal. Adhatom a kezedbe? Oké. Na ezt meg kell állapítani. És megtalált és kitalálta, mondjuk, hogy ez egy szegből dobó távol készítve. És akkor szólítom közben a következő versenyzőnket, Munkácsi Áron. Áron,
Gyere Áron! Pocsi! Pocsi a beszélni? Gyere Pocsi! Hát neki oda ezt is. Ezek a srácok tényleg egy nagyon jó csapat. Mindig segítünk el más mindenben. Tessék! Gyártyos! És kitaláltam nagyon-nagyon szuper, de akkor aztán történik egy következő dolgot. Hihetetlen, és meg tudta mondani, úgyhogy azért én szerintem adhatunk neki egy pontot erre, nem? Hát, megérdemli a srác a pontot mindenképp. És ismer Martin! Gyere Martin! Na, és oda se néz a srác! És amíg készül a kendő a helyre, és hát akkor ugye én említettem nektek, hogy ugye mi szerveztünk egy kis adománygyűjtést. A Mohácsi Különleges Gyermekotthonnak gyűjtöttünk egész nap, és ezúton is örülünk neki, hogy valamennyi került ebbe a kis dobozba, és ugyan nem sok, de annál nagyobb szeretettel adjuk nekik, és csak azért ragadtam magamhoz a mikrofont, mert én ismerem őket, és találkoztam már velük. Csak nem tudom, hogy ők emlékeznek-e rám, de gyertek fel a színpadra nyugodtan hozzám. Sziasztok! Biztassuk meg a srácokat egy kis tapssal! Gyertek, gyertek! Sziasztok! Az a kérdésem, hogy emlékeztek-e rám? Kinek, ha nem nekik gyűjtsünk a mai nap, úgyhogy én ezt most sok szeretettel átadom nektek, és köszönjük, hogy itt vagytok, és remélem, hogy sok szuper dolgot tudtok magatoknak belőle venni, és használt veszitek ennek a kis adománynak, amit ma sikerült nektek összeszedni. Ki szeretné a dobozt megfogni? Óvatosan, nehogy elesd! Köszönjük szépen, és egy tapsot szeretnénk nekik kérni még. Aki esetleg szeretne a részükre nagyobb összeget utalni, megteheti, van bankszámla számuk, úgyhogy ha valaki ez iránt érdeklődik, akkor a Szleges Tannál, ha engem megkeres, akkor én további útmutatást és útbaigazítást tudok adni, hogy milyen módon lehet nekik még adakozni és utalni. Köszönjük szépen még egyszer mindenkinek, aki ma ebbe a kis dobozba beledobott. Na hát egy nagy gyermekmosoly szerintem a világon a legszebb dolog, és én úgy gondolom, hogy nagy örömet tudtatok nekik okozni. Hopp, egy kis állványt itt félreteszek. Everybody in the world die. Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift, oh! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Hát jó, old school, meg retro, de hát kifolyt a benzin. Ja, azt akartam kérdezni, mit csöpög? Hol? Itt. Ja, az más, ez a tömítésből. Ja. Hát az 50 éves tömítés az ilyen. Hát ja, csak sokra nem kell számítani. A benzin. Nem, hát ott folyt ki egyszer a benzin. Ja. Szétmart minden. Amúgy full hibátlan volt, csak hát kartárgázt el kéne máshova vezetni, mert ugye azt elköpi az egészet. Persze. Ha hűvös van és párás idő, akkor ilyen 100 és e fölött. Köszönjük! Sziasztok! Szívesen! Egy kicsit örülök,
ha. Érzetre amúgy erősebbnek tűnik, mert hangos, meg a szerpentinen eldobja a seggét jó sokszor, meg könnyű, hát persze, hát nincs 500 kiló, azt hiszem, vagy 500 valamennyi, tehát hogy... Csak az a baj, hogy hátsókerekes, farmotoros, és hogyha lerugom neki és kikapar a kerék, akkor minden, ami a hátulján van, az így rászkódik. Tehát, hogy amikor beültem a ladába és annak rúgtam le, ott fura volt, hogy csúszik a kerék, és nincs semmi zizegő hang hátul, tehát hogy... Na mindegy. Na jó, hát most mentünk egy ilyen kört, szerintem jó volt. Ah, hogy integetek a kisgyerek? Ja, az volt a durva, hogy bárki jött, rögtön integetett. A teljes crew. Örülünk neki, hogy ilyen kemény mag vagytok, hogy távolról is érkeztek, közelről is érkeztek, tehát nem voltuk sokan, de szerintem onnan jobban összeszokott brigád jött most így össze, tehát én azt érzem, hogy nem gondoltuk volna, hogy ekkor tességet összegyünk kombitálni így a... Remélem, hogy neked előbb kellett volna jönni. Köszönjük szépen, hogy jöttetek. Tudj, ez elkésett, köszönjük. Legközelebb ne gyere. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy jöttetek. Köszönjük szépen, köszönjük a lehetőséget. Kocsinak nem volt, hullám, na, mindegy. Legyen. Na, hullám, na! Hullám! Na! Hullám, 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 hullám! Hullám! Na! Ó, nagyon király! Nagyon sima a fiú! Nagyon sima a fiú! Nagyon sima a fiú! Nagyon sima a fiú! No mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in